továbbiakban meredek terepre tévednénk. MTT. Ugye ott van a mondás, hogy boys don't cry, a fiúk nem sírnak. Ez tévedés, akkor csinálják, amíg a lányok kakilnak. Ahogy a egyik kedvenc humoristám, Hajdú Balázs említi az állásinterjújával kapcsolatban, hogy a végén megjegyzik, hogy hát remek volt, de hát nem pislogott, és visszakérdez, hogy nem lehet, hogy egyszerre pislogtunk. Tehát, hogy nem feltételezzük a másikról azt a dolgot, amit pont akkor csinál, amikor mi azt, amit ő nem feltételez rólunk. Nos, valóban igaz egyébként, hogy nyilvánosan a férfiak nem sírnak, vagy nincs egy hisztiterep, nincs egy ilyen maszkulinitási kiáltvány, amelyben számon kérjük a közt, hogy a férfiak hogyan lettek elnyomva, talán nem is ízléses, akkor mi ezen végig ízléstelenkednénk magunkat. Mik azok a jelenségek, amit azért a férfiak csendben elszenvednek, ezeket soroljunk fel belőle mondjuk 10-12-t, és aztán támadjuk meg a saját állításunkat, ha szükséges, vagy lássuk akár igazoltnak, mert valóban nem férfias dolog kiállni, hogy bezzeg mi. Ugyanakkor engem néhány évente azért zavar ez a csönd, hogy tök jó, hogy nem illik rinyálni, hisztizni, nem de fogunk. Akkor soha nem is lesz kimondva. Kezdjük valamivel, ami lájtos. De én tényleg nem értem. Tehát, hogy most mit szedünk 12 pontba? A férfiak elnyomatásának a 12 pontját megpróbáljuk összeszedni. Azt, hogy mik azok a társadalomba ivódott normák, ami egy férfinak az életében kifejezetten hátrányos. Egy eszköz, amivel nem élhet, mert akkor ő rögtön homoszexuális, vagy mert akkor ő rögtön áldozatot keres. A 12 legfőbb férfiatlanság a közgondolkodásban. Azok a dolgok, amik miatt férfiként nem állsz ki nyafogni, hanem egyszerűen eltűröd, mint a férfirétnek a részét. Igen, igen, olyan ismérvek, amelyeket nem kaptál meg, hogy kártyaként mutogathasd, mert akkor valóban a férfiasságoddal fizetsz azért, hogy ezért nyafogtál, miközben amúgy azt a jelenséget lehet, hogy elszenveded, és lehet, hogy az életedben az egy hiányt képez. De senkinek semmi köze hozzá. De férfiként hát, tűrnöd ha kell. Ha vagy, akkor semmi köze. Férfiként tűrnöd kell. Nézzünk meg egyet-kettőt. Az első, mondom, lájtossal indítunk, és talán hardcore felé tévedhetünk később, a plasztika. Ugye a férfiaknak is jelentős része mondjuk él különböző ilyen ránctalanítási beavatkozásokkal, de igen feltűnően úgy, mint mondjuk egy mellimplantátum, nem találkozol vele, vagy ha mégis találkozol mondjuk Burt Reynolds-nak a beépített bicepszével a filmben, akkor kiröhögöd. Tehát amikor meglátod azt a Ken babát, azt a brazil férfit, aki Kenné akarta operáltatni magát, akkor kineveted, ugye? Ha nagyon mű, akkor így nem tud méltósággal szép lenni. Egyébként ez a nőkre is igaz, tehát ahogy Goldie Hawn, vagy Geronadzó Mária, vagy Kelemen Anna véleményem szerint túltolta, azzal ne éljenek a nők sem. De ez egy kapaszkodó mégis a nőknek jobban, hogy nem tartozik hozzá egy olyan megvetés, amennyiben élt ezzel az eszközzel, legalábbis a férfi részéről, mint fordítva, hogy mennyire hülyét csinál magából egy férfi, ha túlplasztikázza magát. Viszont lehet, hogy él benne ugyanaz a bizonytalanság a külsejével kapcsolatban, ami kapaszkodhatna egy-két ilyen fordulatra. Szerintem ez egy fundamentális problémára vezet vissza, arra, hogy a nők számára globálisan, társadalmilag a külső szépség fontosabb. Van ennek evolúciós, van ennek kulturális háttere, és nyilvánvalóan a nők nem csak a plasztikai szinten, hanem minden egyéb a külsejüket érintő szinten, a ruházkodástól, a sminken keresztül, a hajviseletig sokkal több időt, energiát, erőforrást szánnak arra, hogy a maxot kihozzák a genetikai adottságaikból. Nem mint Cristiano Ronaldo, aki nagyjából ugyanegy, de nagyjából női referenciák alapján gondolatestére, műveli a testét. És mi történik ilyenkor? Már is egy negatív kontextusba került az ember, már is ő metroszexuális, már is... De nem, a metroszexuális az tény megállapítás, amikor lebuzizod, az a negatív konnotáció, tudod? Tehát az, hogy metroszexuális a Cristiano Ronaldo, az nem pálcát törünk fölötte, tudod, nem ítélkezünk, ez egy tény.
Hát kell, hogy legyen egy név erre, és ez a név erre. Az a férfi, aki annyi időt tölt a fürdőszobában, amennyi időt az átlagos nő, az metroszexuális. Így van, de a metroszexuálisnak van egy negatív többlettöltése. Hát ott a homofóbok körében, gondolom. Mi köze a metroszexualitásnak a homoszexualitáshoz? Hogy nem heteroszexualitás egyik sem, az mert egy férfiről van szó. Az én metroszexuális ismerőseim túlnyomó része heteroszexuális. Igen, Cristiano Ronaldo is heteroszexuális. Na de látod, hogy élnek azzal, hogy kozmetikumokkal, a mit tudom én, hidratáló szerekkel, és általában is a higiéniával eleget foglalkoznak, és mi jár ilyenkor a férfinak, ha szeretne a testével úgy törődni, hogy az ép és szép legyen, az, hogy nem hetero. De én nem... Így van, rögtön ez a konnotáció. Hát, mondok egy tök személyes példát. De egyébként ezt nem a nők csinálják, csak a férfiakat nyomja el. A férfiak csinálják férfiakkal. Ez így van. Félreértés ne essék. Mondok egy tök személyes példát. Én tök szívesen járnék kifestett szemmel. Nekem ez valamiért tetszik. Nem járok így, nem is fogok soha, pont az ilyen jellegű... Ennek vannak médiumai, amit... Ilyen buzik miatt, mint én, igaz? Igen, pontosan az ilyen fasiszták miatt, mint te, Robert. Értem. De tudod, hogy járhatsz kifestett szemmel, csak akkor kell a kiúros fizura, meg a fekete ballon kabát, tehát hogy... De akkor már is nem azt jelenti. Hogy egy szubkultúrát kell választani. De akkor már szubkultúra, tudod, akkor szubkulturális. Én nem akarok szubkultúrát választani, nekem az egyiptomiaknak az a szemfestése az nagyon be. Én ezt szeretném, de... Pali, csináljad. Nem tudom fölvállalni. Én miattam, ne legyek a hivatkozás arra, hogy ne csinálhatod. Csinálhatod, egész nyugodtan csináljad. Én egyébként nem gondolom azt, hogy az, aki metroszexuális, mondjuk a Cristiano Ronaldo, az ne lenne heteró. Csak ugye van a heteroszexuális identitás, meg a homoszexuális identitás között átível egy híd. És annak a hídnak van két híd főállása. És ő ennek a hídnak a heteroszexuális oldalán van, de azért a híd főálláson van. Érted? Nem állítom, hogy átkelt a hídon. Nem. Azon az oldalon van, de van köze a hídhoz. Én tévedésnek látom ezt. Én nem mosnám össze a feminim jellemzőket és identitásokat és a szexuális irányultságot. Megint csak jöhetek azzal, hogy a homoszexuálisoknak igen jelentős része teljesen férfias a megjelenését tekintve, és nem foglalkozik többet a külsejével, mint egy átlagos férfi. De mondjuk férfi. Nem mosod össze a nőiességgel a szexuális preferenciát, de összemosatod vele a szexuális identitást, tehát hogy azért ő egy picit nő felé hajlik. De hát hajoljon. Ami valójában a férfiak esetében a plasztikának a párhuzama az, hogy hogyan tudod megplasztikázni az érvényesülésre való képességedet. Ez egy BMW-vel. A hamis pluszkulcsnak a pörget, meg a hamis érettségivel való pozícióhoz jutást. Tehát ez az, amivel a férfi valójában plasztikáztat, igen, csak hiszen tudod, az egyik ez az elvárás. Igen, csak tudod, az egyik az csalás, ha a férfi csinálja, míg az egy szilikonimplantátum, és nagyon szexi, ha egy nő csinálja. Érted? Ez az érdekes a dologban. És ezért nevezném meg elnyomásnak ezt a pontot. Tehát, hogy itt egy egyenlőtlenség van. A következő pont, vagy javaslatom rinyálásra az a homoszexualitást érinti, a homoerotikának az esztétikája. Ugye mi férfiak vagyunk, ha mi vagyunk melegek, akkor az mindenkinek jóformán undorító, azt ők nem akarják látni. A csajok nekik is egy jó részük. De valahogy, ha két nő csókolózik, akkor az vagy egy nő részéről, ha nem is akkor semmiképpen nem fúj. Sokkal elfogadottabb, nyilván azért, mert két szép lény csókolózik jobb esetben, nem pedig két ilyen szőrös állat. Tehát ez tökéletesen nem értek egyet ezzel a ponttal. A meleg férfiaknak a megjelenítése valamilyen formában, tehát ugyanúgy vonzó a fél világ számára, mint ahogy a meleg nők megjelenítése, csak a másik felének. A lányok igenis kedvelik a homoszexuális történeteket, kicsit más formában, mint ahogy a férfiak fogadják be a meleg lányokról szóló információt, tehát mondjuk nem videófilmek formájában, hanem mondjuk képregények, regények, romantikus anyagok formájában, de igenis
óriási kultúrája van az interneten annak, hogy lányok végtelen mennyiségű homoromantikus anyagot írnak, olvasnak, fogyasztanak. Na hát én meg úgy gondolom, hogy alapvetően más a nőknek az egymáshoz való viszonya, mint a férfiaknak az egymáshoz való viszonya. Gondolom, megfigyeltétek az osztálykiránduláson, hogy ott a csajok, amikor így, nem tudom, 16 órán keresztül megy a busz, egymás ölébe hajtják a fejüket, és úgy alszanak. Semmi erotika nincs a dologban. Semmi erotika. Mikor látsz te fiúkat egymás ölébe hajtott fejjel aludni? Nem látsz ilyet, és ez nem azért van, mert a fiúkat beoltják azzal, hogy az undorító a csajokat, meg egyszerűen más a viszonyulásuk egymáshoz. Én úgy látom, hogy átlagos esetben, az esetek zömében egy férfi és egy férfi, tehát két heteroszexuális férfi, az taszítja egymást szexuálisan. Ez így van. Egy férfi és egy nő átlag esetben, két heteroszexuális személy esetében vonza egymást. Na most a helyzet az, hogy egy nő és nő egy másik nő között ez a reláció neutrális. Nincs se vonzás, se taszítás. Egy nő úgy nyúl a másik nőhöz nagyjából, mintha magához nyúlna. Ez azt jelenti, hogy ez ugyanaz, hogy benne van potenciálisan, benne van a leszbicitás, de az nem a vonzalom alapján, hanem a taszítás hiánya alapján. Úgy is igen, neutrális. Pontosan az a jelenség, amit te is mondasz, hogy mondjuk a zuhanyzóban, a közös zuhanyzóban az, hogy az egyik lány átmegy a másik zuhanykabinba, hogy beszappanozza a barátnőjének a hátát, az tök oké. Okay. Mint ha sajátját szappanozná be. Így van, de hogyha engem a közös zuhanyzóban Robi megkérne, hogy szappanozzam be a hátát. Vagy fesse ki a szemedet. Annak lenne szexuális tartalma. Hát, az... Annak lenne, tudod, az nem a hátamról, és nem a hátam tisztaságáról, meg nem arról, hogy más már nagyon koszos a hátam pál. De úgy is értelmezhetjük ezt, hogy a két nő egymásnak valahol egy arany anyai szeretetét tudja kifejezni, amihez feltételek nem kapcsolódnak annyira, míg a két férfi egymás apjává próbál előlépni, ami egy távolságtartóbb viszony. Nagyon szép megfigyelés, igen. Azt is hozzá kell tegyem, hogy amint a nők közötti testi interakció túlmegy azon, hogy mondjuk a barátnők kézen fogva sétálnak, vagy beszappanozzák egymás hátát, vagy kifestik egymást, vagy megfésülik egymást, túlmegy ezen, és tényleges szexuális töltést nyer, onnantól kezdve a hetero lányok visszajognak ettől a dologtól. Tehát én meglehetősen sok hetero lányt kérdeztem már meg erről a kérdésről, és jellemzően az a válasz jön, hogy a másiknak mondjuk a mellét megfogni, az fúj, az már undi. Az nem. A hátát az beszappanozom, a ciciét megfogni, az már undorító. Meg tudod, nem létezik az a homofóbia férfiak körében, amelyik visszahőkölne, hogyha két szexi nőt lát így simogatózni, meg puszizni. Nincs, nem létezik. Nincs ez a jelenség. Legfeljebb azt mondja, hogy Szodoma és Gomora bűnei. Jó, legfeljebb belemenekül egy ilyen pózba, de igen. Az a sikerjel utasítás, ami két férfi smacizásánál így kiül az arcára, az nincs. És ez a férfiak hátrányos helyzete, amennyiben homoszexuálisok, azt hiszem, legalábbis a szexuális viselkedésnek a terén. Ha csak a párkapcsolatra vonatkoztatunk, akkor azt hiszem, hogy nagyjából ugyanabban a helyzetben van egy leszbikus pár az utcán, az idegeneknek a rájuk vetülő szeme által, mint egy homoszexuális férfi pár. Nem, ott is rosszabb a helyzet. Próbálj kézen fogva sétálni egy haveroddal az utcán, és lányok meg rendszeresen, meg felnőtt nők is járnak kézen fogva, senkit sem érdekel, de hogyha te mész egy hasonló... Az coming out. Az coming out. Igen, ja. az ennyi. Tehát két férfi csak akkor sétnő. Fogdossa egymást, ha a szexuális alapjai vannak. Így van. Vagy ha habibiznek. Az más, látod. Az arab világban ennek kultúrája van, hogy a férfiak kézen fogva járnak, ők ott habibik, és ez a barátság kultúrájához hozzátartozik. Ahogyan nálunk hozzátartozik a kézfogás, és ugye a kézfogástól nem leszünk melegek. Vagy a baráti öleléstől sem leszünk melegek, hiszen ez a kultúránkba kvázi beágyazott, kódolva van, megengedett, úgy ott náluk ez a habibi féle kézen fogva sétálás, az teljesen oké az arab világban, és ettől nem lesznek melegek, és nem is azok.
De a baráti ölelésben van egy, mit tudom én, ha 4 másodpercen belül nem kezded el így a hátát is veregetni. Igen, a veregetés. Akkor nem jó, akkor már igen, nem jól csinálod. Igen, a veregetés az tulajdonképpen egyfajta menekülés az intimitásból. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Murányi Pállal itt a Spirit FM-en. Hogyan nyomják el a férfiakat? Valószínűleg jobbára a férfiak, ahol eddig tartunk, legalábbis úgy tűnik, hogy a bizonyos férfi viselkedések korlátját a férfi viselkedés okozza. A következő pontunk a gyesnek az intézménye, vagy legalábbis ugye a gyerekkel való otthonmaradás és az elsődleges neveléshez és az ahhoz tartozó időhöz való jog. Nyilvánvalóan az észszerű választás az, ha annak a ha az dolgozik, aki többet keres, ugyanakkor annak a fizetéséből érdemes megvonnia egy járuléknak a mértékét, aki többet keres. Ez némileg ellentmondásban van egymással. Minden esetre a norma és az eredmény az az, hogy a nő otthon marad a gyerekkel, ami azt jelenti, hogy sokkal intimebb viszonyt alakít ki a gyerekével, és tudod, itt ilyen ötszörös szorzóról beszélünk. Az kérdés számomra, hogy ez egyébként ezzel kapcsolatban a férfi társadalomnak panaszt kell emelnie, mert tényleg bántja-e? Tehát lehet, hogy pontosan egy férfiban annyi türelem és annyi szeretet és otthonteremtési kredit van, hogy még jó, hogy 5 napig a munkahelyén van. Tehát nem biztos, hogy benne van ez a kitartás. De ha mégis, akkor ez a norma rendszer azt a férfit, aki nagyon szíves, örömes töltene 0-24 időt a gyerekével, azt ez a norma rendszer ebből kiakolbólítja, ha már ez így a hét kifejezése. Akkor kimondom a bűvös szót, a toxic maszkulinitás, maszkuliniti, ha úgy tetszik. És itt ez megint az eddigi csak bűnös, azt mondod, nem? Igen, és szerintem itt is erről van szó, hogyha te maradsz otthon a kisgyerekeddel, és az asszony megy el dolgozni, akkor te megbélyegzett leszel férfitársaid szemében, de meleg, csíra, cseléd. De én ebben egyetértek veled. Oké, csak mielőtt használjuk ezt a kifejezést, hogy toxikus maszkulinitás. Én még nem hallottam a toxikus femininitás fogalmát. Ugye az, tudod, pedig hát léteznie kell, de valahogy nem született meg a kifejezés rá. Miért? Mert a korszellem nem támogatja. Ez a megfigyelésed ennek a listának egy eleme innentől kezdve. Elkezdjük ezt a diskurzust, hogy a maszkulinitásban mi a toxikus és mi nem az, és megalkotjuk, tudod, ezeket a kategóriákat, akkor ugyanezen az alapon nőkkel kapcsolatban a femininitás kapcsán is meg kéne, hogy tudjuk alkotni. Rögtön a következő pontnál lesz is toxic femininity, ahogy elolvastam a tartalmat. Az ismerkedésről beszélünk, ugye itt felmerül mindig a kérdés, hogy nekünk van végtelen megszégyenülési kreditünk, tehát miért a férfi az, aki nyit és az elvárások szerint és többségében, nyilván nem 100%-ban az ő feladata az, hogy kiterítse a kártyáit és meghallgassa a visszautasítást akár végtelen alkalommal. Miért nem 50-50? Mi az, amivel mi rendelkezünk? Vagy ugye ezt az udvariasság követeli meg, mert úgy tűnik, hogy van ez az úriemberség, a lovagiasság, amelynek nyomán azt hiszem, hogy nagyon sok mindent feláldoz a férfi. Arról van szó, hogy nekünk van egy előjogunk, de nekünk van egy kötelességünk is, ami ehhez tartozik. A mi előjogunk az, hogy kiválasztjuk azt a nőt, aki tetszik, és mi oda mehetünk hozzá. A kötelességünk az, hogy oda kell mennünk hozzá, ha zsákolni akarunk. Ők nem fognak oda jönni, mert ez ránk van osztva, ez a szerep. De nem csak te választod ki, ő is kiválaszt téged, és teszi magát, amíg oda nem valamiféle jeleket küld, én ezeket a jeleket soha életemben nem tudtam olvasni. Tehát én mindig úgy voltam, hogy ha én nem megyek oda, akkor már lehet, hogy nem voltak jelek. Soha. Igen, ez megmagyarázhatja a jelenséget. Én azt gondolom, nem szóltak, hogy incel vagy. Még ilyen jó, hogy nem tudtál róla. Most kell megtudnom. Hát,
Én azt gondolom, hogy itt alapvetően a férfi-női különbségről van szó, az, hogy a férfi sikerorientált, a nő kudarc kerülő. Sikerorientáltként te bevállalod a kockázatot, a nő kudarc kerülőként próbálja elkerülni a kockázatot. Ezért egy ismerkedő szituációba a nő legfeljebb jeleket küld, sündörök körülötted, próbálja fölhívni magára a figyelmedet, de csak olyan módon, hogy abból ő bármikor kihátrálhasson ezekkel a nagyszerű szövegekkel, hogy én csak a barátnőmmel jöttem le ide kicsit táncolni. Fúj, ez undorító! Nem úgy gondoltam, Tibi! Igen. Ugyanazt a közeledést, ugyanazt a mondatot valakihez úgy vágod vissza, mint egy savval teli vödröt nőként, ugye a közeledést, valakinek meg úgy eszed ki a kezéből azt a mondatot, mint egy éhes kutya. Attól függ, hogy ki volt az nekem, a férfi. És ez egy ilyen aránytalanság. Azért azt gondolom, hogy ez a szerep rendben van így, csak a visszautasításba ágyazott kegyetlenségnek a mennyisége. Hát ez már kevesebb. Kultúra, meg személyiség függvénye. Nekem volt egy ismerősöm például, aki úgy járt egy ismerkedő szituációban, hogy konkrétan a kedves hölgy azt mondta neki, hogy menj már innen, nem látod, hogy ronda vagy? Na, a toxic femininity-re visszatérve, ez például egy ilyen momentum. De az is egy ilyen momentum, amikor megismerkedsz valakivel egy környezetben, azt mondja, hogy jaj, bocsi, nem, barátom van, meg minden, én csak szórakozni jöttem le ide, és 3 perc múlva egy másik csávóval smárol, aki ugyanúgy megismerkedett vele, mint te. Ja, addigra kiszórakozta magát, és már ismerkedni akar. Úgy tűnik, hogy ránk van osztva a megszégyenülésnek a feladata. Tehát hogy úgy tűnik, hogy mi ezt könnyebben viseljük. Nekünk ehhez tartozik egy külön szervünk, vagy egy külön képességünk. Na, az egónk tartozik hozzá. Az igazság, hogy személyiségtorzulás szenved el mindkét nem. A nő, akit nagyon sokszor bekérdeznek, hogy akar-e ismerkedni, torzul a személyisége, mert már ledobja a barátkozó tekintetet is, mert elege van abból, hogy percenként valakit vissza kell utasítani. Az a férfi, eközben, az a férfi, akinek pedig ugye megtépázná az egóját a 132. visszautasítás, átrakja ezt a sérülést egy másik valutába, amelyben inkább gyűlöletet képez belőle, mint egóbomlást. És a végén ezt mindkét fél... Így belőle incel. Igen, és mindkét fél megszenvedi, azt hiszem, ennek az eredményét. Az az ember, aki 150-szer is oda tud már menni, és nem érez semmit, az esett át a pólkészésen. De én azt hiszem, hogy ezek a konvenciók, ezek kezdenek szétesni. És most már egy olyan világba gázolunk bele, ahol a nő is ugyanazzal az erővel oda mehet a férfihoz. Ugyanúgy megszólíthatja. Szerintem csak a te ideád, ezt láttad már valaha is a gyakorlatban. Én bevallom, én szeretek ismerkedni, és fölvállalom az ezzel járó visszautasításokat. Én ezt kedvelem, ezeket a helyzeteket. Soha nem találkoztam azzal, nem is láttam, és én magam sem találkoztam azzal, hogy oda jön hozzám valaki ismerkedő szándékkal, aki nő nemű. Lehet, hogy ez a teljes férfi nemnek szól, hanem a te kifejezetten neked. Hát ez persze, nyilván benne van. Aztán egy következő jelenség ez a mérceterror, ugye péniszmércéről beszélünk, a kis péniszéseggel és verbális kasztrálással tesznek helyre, komplett társadalmi osztályok lesznek 40 évre kényszer Vin Diesel rajongók, és tuningolják az autóikat, meg szerszám készletet méregetnek egymáshoz. Hogy lehet az, hogy az publikusan ízléses, vagy még azt mondjuk, hogy a közbeszédbe belefér, hogy valakit te kis péniszéseggel vádolsz, hogy ő azt kompenzálja, azaz azt a képességét, hogy ő mondjuk szexuális és örömöt tud okozni, vagy mondjuk alkalmas az a szerve arra, hogy tudod, ellássa a funkcióját. Miközben, ha ezt egy nővel kapcsolatban vonod meg, hogy azt mondod, hogy neki nem elég jók a képességei az örömszerzésre, vagy nem eléggé alkalmas az a megfelelő szerve arra, hogy tudod, a rendeltetésszerű használat alá legyen véve, ezt nem üvöltöd át egy kávézó közönségén keresztül valakire, hogy erről nem beszélünk, hogy igen, te száraz vagy. Igen, de ezek a analógiák... Ez ilyen vállalhatatlan. Analógiák nem teljesen állnak meg, nagyon... mert én azt hiszem, hogy a nők pénisze az nem a vaginájuk, hanem az a mellük. Igen, és az viszont igen, a nagyseggű és a kis mellű, ugyanolyan bántás lehet. Igen, a nagyseg az lehet. Ez még mindig jóval kevesebb, de még sokkal inkább a hiányzó mell.
tudod, mert még a kis mell az még mindig szexi, de tudod, a hiányzó mell, mert olyan van. Tehát az a jelenség ugyanúgy létezik, mint a mikropénisz. És az viszont nagyon megalázó, és az a nőknek legalább akkora komplexus tud okozni, mint a férfiaknak a mikropénisz. De a plasztikáról már beszéltünk, és a kicsi mellből lehet plasztikával nagy mellet csinálni, a kicsi péniszből egyelőre nem lehet nagy péniszt csinálni. Én egy barátomat tudom idézni ehhez az egész kérdéskörhöz, mindenki tartsa észbe, hogy nincsen kicsi katona, csak túl nagy lövészárok. Ja, na de látod, itt most megfordítottad a megalázásnak az irányát. Ezzel vigasztalják egymást a mikropéniszű férfiak. Így van. De mondhattam volna azt is, hogy kis kalappal is lehet nagyot köszönni. Okay. De modoros. Egyszerre gusztustalan és modoros. A következő pont a túsztárgyalás, a menekültmentésnek a priorizálása. Ugye a bankrablóktól a nőket és a gyerekeket kérik először ki. A férfiakat valószínűleg ugyanúgy zavarja kicsit, ha keresztül lesznek lőve a későbbiekben, de nem adtunk be repetíciót, nincs elrinyálás ezen a műsoron kívül, amit most éppen csinálunk. És ugyanígy a Titanicról, meg az égőházból utoljára a férfit menekítik ki, először a nőket és a gyerekeket. Igen, de a gyerekek az azért, gyerekek az nem nemi diszkrimináció. Tehát azért az, hogy a gyerekeket mentjük a felnőttek helyett, ez egy másik megfontolás. Van, viszont a nőkkel kapcsolatban meg van egy teljesen egyszerű evolúcióbiológiai összefüggés. A fajfenntartás szempontjából a nő sokkal értékesebb, mint a férfi. Aha, sokkal. Igen. Egy férfi egy év alatt több száz utódot is létre tud hozni, míg egy nő kettőnél több utódot azért már nagyon kis eséllyel. Tehát, hogyha életben marad 30 nő és két férfi, akkor túlél a populáció, de ha életben marad két nő és 30 férfi, akkor vége. A populációnak vége. Tehát akkor hubibok lesznek a férfi. Igen, a nők azok ennek a ezeknek a társadalmaknak, vagy ezeknek a törzseknek, vagy ezeknek a tudod, csoportoknak, ez az aranykészlete. A demográfiai aranykészlete. És nem csoda, hogy vigyáznak rá. Erről persze mi férfiak nem tehetünk, meg sajnáljuk a keresztül. Ez egy evolúciós minket. Dolog, ez állatvilágból jön. Egyszerűen fajfenntartás. Igen, arról van szó, hogy a populációnak is vannak érdekei, nem csak az egyénnek. Ezért is van az is például, hogy férfi osztagokba, katonaságba nem osztanak be női katonát, mert annyira zsigeri állati ösztönökkel védik a katonák, vagy védik a férfiak a nőket. Pont nem állati, nagyon emberi. Nagyon emberi, ez nagyon emberi tulajdonság. Az állatok, ott nincs ilyen, hogy a hímek a nőstényeket védelmezik. Az állatvilágban, ez emberi. Bizonyára van ilyen az állatvilágban is, de én ezt elfogadom, hogy ez emberi. Azt vegyük észre, hogy itt azért a belátás eszközével kell élnünk. Tehát azért észszerűen az ember ezt a jelenséget, ezt meg tudja magyarázni, hogy ez helyes így, hiszen a populációnak az érdeke. Ettől még a te személyes érdeket ellene megy a köznek az érdeke, és ezt mondjuk elfogadod, hogy ez így van. Robi, amikor azt mondtad, hogy de hát ez nem a nőkkel szembeni, mert gyerekekkel szembeni is, erről nem akarok beszélgetni, mert én azt mondom, hogy férfiak elleni. Nem, én ezt most nem úgy akarok ezekről a dolgokról beszélgetni, hogy a nők követik el. Hát látod, hogy ezeknek a tételeknek, eddigieknek a nagy részének az okozója ugyanúgy a férfiak ellen. Nem nevezhetett férfiak elleninek, mikor azok között, a gyerekek között fiúgyerekek is vannak. Ja, értem, érted? De ők nem férfiak. Tehát itt a felnőtt férfiról beszélgetünk. Ja, hát főleg, akkor, hogyha kimentjük őket. Egy progresszív szabály lenne, hogy a Titanicról a lánygyerekeket és a nőket mentsék. Az progresszív, igen. Igen. És két férfit, a zenekarból egyet, meg a személyzetből. Aztán a párba intézménye a következő, hát azt hiszem, hogy ez sem a nők kérték, ugye nem tudom, hogy alakult ki ez a műfaj, hogy Miss Bradley-t felcsinálta a plébános, de ha bárki szóvá tette, a kiskisasszony kérője már is sietett az életét adni azért, hogy már pedig ez nem történt meg. Ugye az elveszett becsületet helyreállította egy hazugsággal, hogy ő az életét adja érte, tehát nyilván hazugság, ami megtörtént. Aztán közben, miután ez az ember meghalt a párbajban, azért Miss Bradley szült egyet, tehát valaki
mégiscsak foglalkozott vele, ha nem is a plébános. Én az ismerkedés ponthoz csatornám vissza ezt a párbajt, illetve szintén egy kicsit a evolúcióbiológiához. Itt gyakorlatilag a párbaj eredetileg arról szólna, hogy ki a rátermettebb partner annak a nőnek a számára. De a történelemben ez nyert egy istenítélet jelleget is. Uh-huh. Természetesen kapott egy civilizációs töblettöltéseket, de alapvetően itt arról van szó, hogy az ismerkedéshez, tehát meg akarok szerezni egy nőt, és az ismerkedéshez plusz pontot gyűjtök ezáltal. Egyébként szerintem a mai kultúrában is megjelenik a párbajnak egy mostani változata ilyen tekintetben, hogyha egy szociális közegben ismerkedsz, és esetleg ketten ismerkedtek ugyanazzal a hölgyel, hogyha te hatékonyabban tudod félreállítani a másik embert, mint ahogy ő próbál téged, akkor az valamennyi plusz pontot jelent általában. Ezt viszont egy az egybe az állatvilágból emelt át az emberiség. Tehát a szarvasbikáknak a párbaja, akik ugye ott egy az egybe a nőstényért, a szaporodás jogáért vívnak. Azt hiszem, hogy ez kifejezetten a nemiségből. És kifejezetten itt aztán tényleg a nem letagadhatatlan, hogy ezek nem társadalmi konstrukciók, hisz a szarvasbikák is művelik. Tudod? Igen. Igen. Azt hiszem, hogy ennek a párhuzama, ami a nőket sújtja, az egymás közötti áskálódás és a pletyka intézménye, illetve amivel ők elintézik egymást, és mi pedig valahogy ettől jobban tartózkodunk. Meg nem csak az, hanem maga a külsejük, amivel fölhívják maga az egyes pontban a plasztika, illetve az ahhoz kapcsolódó a ruhák, az egész külső megjelenésük, amikben próbálnak túltenni nőtársaikon. A következő pont az öregedéssel függ össze, meg egyébként az erekciós zavarokkal, hogy azt gondolom, hogy nem különböztetjük meg a férfiak között azt a 65 éves férfit, aki a 65 éves feleségével ugyan nem képes együttlétre, de érdekes módon egy 25 évessel meg igen. Akkor neki nem zavara van, hanem, és ez tök szomorú, de a feleségem... Öregecskedő felesége van, és nem zavara. Megöregedett ahhoz, hogy izgalomba hozza. Tudod, ez sem ízléses megnevezni, és ezért nincsen megnevezve. Ugyanakkor annak a férfinak, amennyiben ő ebből a házasságból, ha ő még aktív, nem léphet ki, és nem élheti ki ezeket a drive-jait, ebből valamilyen frusztrációja fog származni egyrészt, ha ő hűségesen az elvárásoknak, normáknak megfelelően ott marad a házasságban a szexuális életével együtt, míg hordozza a vállán azt, hogy hát akkor én járok orvoshoz, meg akkor úgy beszélgetünk a családi asztalnál, hogy a nagypapának erekciós zavara van, de lehet, hogy van neki egy 23 éves csaja közben, és ott valahogy ott ez nem merül fel. Hát én azt gondolom, hogy azért ebben a problémában itt mindkét fél hibás. Tehát egy hosszú távú párkapcsolatban a nőnek is szerepe van abban, hogy ő 60 évesen is vonzó tudjon lenni a partnerének. Tehát a férfiak nem kizárólag, értem, hogy a férfiak vizuális ingerekre jobban gerjednek, nem kizárólag arra gerjednek. Nem, egy 60 éves persze. Nő is képes lehet arra, hogy egy olyan formában tartsa magát, egy olyan viselkedést tudjon, egy olyan attitűdöt tudjon nyújtani a szexualitáshoz, amitől nem lesz merevedési zavara a férjének. Általában inkább hozni. Itt az a probléma, hogy bizonyos idő meg változások elteltével a hölgyek elengedik a magukat olyan tekintetben, hogy hölgyek maradjanak, és egyfajta ilyen androgűn állapotba kerülnek. Ez kemény mondás, de nem biztos, hogy ez van. Egyszerűen tudod, 30 éve nézik egymást a változatlanságokban. Bocsánat, nem mondtam, hogy mindenkire igaz ez a dolog, de Norbi sem de mondta, hogy mindenkire igaz. Norbi sem mondta, hogy mindenkire igaz. Csak az igénytelen öreg feleségekre, akik nem tartják magukat jó karban, és döngő léptekkel érkeznek meg a hálószobába. Tudod, az a helyzet, hogy a férfi szexuális teljesítő képességének súlyosabbak a feltételei, mint a nőjének. Ezért a férfinak nagyobb fokú teljesítményt kell leadnia
Az természetesen ez a van szervi alapú létező tényleges erekciós diszfunkció, és természetesen van pszichikai. Na most a pszichikai az, amiben azért segíthet a nő. Tehát, hogy ott egyszerűen megváltoztatják annak az intenzitását, amit eddig csináltak, hogy kinyílnak, hogy azt, amit 24 évesen ők szexnek hívtak, és még 54 évesen is ezzel foglalkoznak, azt felfrissítik valamivel. Így van, igen, de igen, valami keményebbel, mert tudod, nem az, hogy fölveszek egy csipkés bugyit. Hát mondjuk itt valami viselkedésben való változásra van szükség. Viagrával osztál. Pont nem azzal, mert azzal ugye csak azt mondjuk, hogy hát itt szervi baj van, de nem szervi, hanem a nem, gondolatisággal a viselkedéssel van a baj. Viagra megcsinálja a vágyat is, megcsinálja a drive-ot is, megcsinálja a szexuális ingert is. Nem, az nem pusztán erekciót gyárt neked. Ami még itt van előttem, a válással, a felelőtlenséggel és a szentséggel kapcsolatos gondolat. Ugye a válás kapcsán hol vannak a férfi jogi aktivisták, lobbisták, akik az amerikai jogrendszerből üvöltve próbálják kiírtani, hogy egy átutazó házastárs a váláskor igényt tartson a másik saját jogon szerzett vagyonának a felére. Ugye két dolog van a válásnál, az, hogy elfelezzük, amit így a család összehozott, de ugye eddig apát küldtük el a szolgasorba, és anyát tartottuk a tűz körül, miközben ezzel az is jár, hogy és egyébként a gyerekeket megviszi a mama. Hogy ez az egyenetlenség is lehet, hogy magyarázható. Tehát azért mire ide eljutottunk a listában, én úgy érzem, hogy belátással tudunk lenni ezekkel kapcsolatban, az elnyomatásokkal szemben, észszerűséggel, és nem érzelmekkel állunk hozzá, és a megfigyeléseink pedig, amikkel ezeket észrevettük, ezek mind sértőek a nőkre nézve. A felelőtlenségről, ugye miért nem vált ki polgárháborús dühöt, hogy a jellemzően női fejben szöget verő oltás ellenesség, vagy fényevés, vagy homeopátia, vagy a gyerek horoszkóp és jósd alapon történő gyógyítása az egy állatság? Mi az, hogy jellemzően női fejben szöget verő? Arról beszél az Oscar, hogy bizony a New Age különböző irányzatai iránt a nők bizony fogékonyabbak. Igen, ez tény. És ezt most miért kéne letagadni? Ez így van. És tudod, valahol nem tartozik a joghoz az, hogy aki homeopátiás gyógyszerrel kezeli a gyerekét, az veszítse le azt a norma és előjogot, hogy akkor hozzákerül az a gyerek, amikor a válás történik. Legalábbis itt Magyarországon azért hozzátartozik, legalábbis a szélsőséges esetekben. Tehát emlékszem ilyen esetekre, a fényevés itt van a listában, volt egy fényevő pár, éhen halt a gyerekük. Igen, igen, szóval azért szélsőséges esetekben megjelenik ez a jogban. Most pusztán az, hogy oké, homeopátia, és akkor nem tudom, gyermekláncfüvet rakok a gyereknek a sebére, és két nappal később gyógyul be. Hát most ezt elég nehéz jogilag bármilyen formába szankcionálni. Ha apával hülyeségeket játszottatok, és a gyerek megint sebes térdel jött haza, mert fociztak, vagy háborúsat játszottak, vagy elvitte paintballozni, az kb. Annyira teszi ki a gyereket veszélynek, mint a gyógyítás hiánya. Én egyáltalán nem látom problémának ezt a New Age-es gyógyászatot, hogyha az nem kiváltja, hanem kiegészíti az orvosi kezelést. Ez megint kétféleképpen érthető mondat, tehát ugye az az elvárásod, hogy ez egészítse ki az orvosi kezelést, és akkor egészségükre. Ne hagy kapcsolat legyen, az hanem orvos, is. Ne az orvos, orvoslás, a tudományos igényű orvoslás helyett emelje be a gyereknek a gyógyászatába, kedves szülő, azt a fényevést, vagy mit tudom én, melegkövekkel gyógyítást, amit az adott hát ilyen New Age-es irányzat előír, hanem egészítsek ki a doktor úr által javasolt terápiát azzal, mondjuk. Mert ezek állnak egymással. Figyelj. Tehát általában azok, akik alternatív terápiát szeretnének a gyermekük számára, azok eleve szkeptikusok a tudománnyal, szkeptikusok az orvostudománnyal szemben. De nem, én meg azt gondolom, hogy azok, akik ezeket az ezoterikus gyógyászatokat
választják, azok nem engedhetik meg maguknak a szkepszis luxusát. Túl nagy bajban vannak ahhoz, hogy azt mondják valakinek, amiben nem biztosak, hogy az hat vagy nem hat, hogy én akkor ezt elutasítom, mert én csak a biztosra megyek. Tudod? Az egészséges embernek az előjoga az, hogy a biztosat válassza. De nem az, kell az járjon, esett, hogy az orvostudományról egyúttal lemondjon. Igen, igen, aki meg kétségbe esett, az meg úgy gondolom, hogy az esetek többségében természetesen választja az orvostudományt, de esze ágában nincsen lemondani arról az ezoterikus gyógyászatról, ami talán működik. Talán csak 20% az esélye, hogy működik. De azt a 20%-ot ő igenis meg akarja játszani. Mert elég rossz a helyzete ahhoz. Lehet, hogy igazságtalan vagyok, hogy ezt az ezoterikus hozzáállást a nők nyakába vartam. Azért azt gondolom, hogy egy-egy ilyen ezoterikus gondolatot egy férfi agyában születik meg, mert ők az ideológisták, és a nők, mint követők, aztán hisznek ebben. Minden esetre én nem látom a... Én nem látom, nem érdekel, én csak kimondom, amit gondolok. Nem látom a kígyózó sorokat a lávaköves OKE tanfolyam előtt a férfiak részéről. És azért ez egy jelenség. Igen, de jó eséllyel egy férfi fogja tartani. Valóban. Így van. Nagyobb az esély arra, hogy egy férfi tartja az eligazítást. Így van, így van. Úgyhogy nincs is akkora baj, nem? Az utolsó pont is azt hiszem, hogy már viccnek szánom, a szentség az, hogy a magyar anya az egy szent elnevezés, míg a magyar apa az nem kerül elő nagy emmel és nagy alval lépten nyomon minden kanyarban. Nyilván megneveztük az előbb, hogy a populáció fennmaradásában a nő 25-szörös meg 100-szoros szorzóval szerepel. Nem csak azért, de nem csak azért. A nő az 9 hónapon keresztül hordozza azt a gyereket, ami egy teher, ezért is hívjuk terhességnek, még ha édes teher is, tudod, több áldozatot vállal ezzel. A férfi ezzel. Meg egy élvezetet tesz A férfi hozzá. Meg egy élvezetet tesz hozzá nagyjából, igen. És főleg annak ismeretében, hogy a fogantatáshoz a férfinak élveznie kell az aktust, a nőnek nem kell élveznie. És emellett pedig hát értjük, hogy a nőnek a szülés maga az egy iszonyatos fájdalommal jár, méghozzá nem pusztán fájdalommal, hanem egy szabad szemmel is jól látható kockázattal jár, könnyedén bele is halhat akár abba, hogy életet ad a gyermekének, tehát a nők azok tényleg vállalnak kockázatot, áldozatot, fájdalmat, a férfiak azok meg hát nem, tulajdonképpen a férfiak azok ők a párbajba halhatnak. Kvázi egy kibicek ebben a játszmában, és éppen ezért is ebben a szentségben a nők elsőrendűen a nők részesülnek. A férfiak azok meg hát inkább osztják ezt a szentséget a nőkre sem, mint hogy kisajátítanák maguknak. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.